A Semmelweis Egyetemen tanévnyitó szenátusi ülést tartottak. Merkeli Béla rektor azt fogalmazta meg célként, hogy idővel Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön a Semmelweis. A kormány szerint minden eddiginél több pénz jut a felsőoktatásra. Palkovics László miniszter kiemelt, hogy a modellváltással, az alapítványi működéssel szerinte versenyképesebbek lesznek az egyetemek. Egymás után foglalták el a helyüket az orvostanhallgatók a Semmelweis Egyetem 2021-22-es tanévének megnyitóján a művészetek palotájában. Több mint 3000 első éves kezdheti el idén a tanulmányait, hogy majd orvosként gyógyíthassák az embereket. Az elmúlt 2 évben elvégeztem egy gyógypedagógia asszisztens szakot, és ott ugye volt lehetőségem egy gyógypedagógiai suliban gyakorlatot végezni, és ugye a gyerekektől, amikor visszakaptam azt a pozitív visszajelzést, hogy szeretnek és elfogadtak, és bennem volt az, hogy mindenféleképp szeretnék nekik segíteni. Feladatuk pedig az lesz, hogy hittel, alázattal, elhivatottsággal vállalják e szolgálatot. A hatkarral működő szemmel... Az orvosi hivatás alapja a betegek iránt érzett felelősség, hívta fel az első évesek figyelmét a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla emlékeztetett, a koronavírus elleni küzdelemben az egyetem polgárai a harc élére álltak. 375 ezer vakcinát adtak be. Az országban elsőként az egyetemen oltották a kismamákat, és jelentős szerepet vállalnak a 18 év alattiak védettségének kialakításában is. A professzor hozzátette, az egyetem megújult tanterve is azt a célt szolgálja, hogy felelősségteljes szakembereket képezzenek. A Semmelweis Egyetem már most is Magyarország és a régió vezető orvos és egészségtudomány egyeteme. Nemzetközi elismertségét és hírét jól mutatják a világrangsorokba elfoglalt helyezések, és az is, hogy hallgatóink csaknem harmada a világ közel 70 különböző országából érkezik. A modellváltással azonban 7 mérföldes csizmát vettünk fel, hogy még nagyobb lépésekkel haladhassunk célunk felé, ami a világ legjobb 100 egyeteme, Európa legjobb 5 gyógyító egyeteme közé való bejutás. A modellváltás célja többek között az intézményi autonómia erősítése, valamint a finanszírozás kiszámíthatóságának megteremtése. Erről az innovációs és technológiai miniszter beszélt. Palkovics László felhívta a figyelmet, hogy 2014-hez képest megduplázódtak a felsőoktatásra szánt költségvetési pénzek. Egyetemeink az év elején 2700 milliárd forintos fejlesztési igényt terjesztettek elő a következő évekre, és a kormány célja az, hogy ezt az összeget biztosítsa. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy sosem költöttünk még ekkora összegeket a felsőoktatásra, ez az időszak egyedülálló a magyar oktatás történetében. A miniszter kiemelte, Magyarországnak ismét érdemben van felsőoktatás és tudománypolitikája, amely a reformokkal együtt a felsőoktatás versenyképességének erősítését szolgálja.